A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt az ünnepi beszélgetések, és ahogy azt már megszokhatták itt a Fehérvár televízióban, napról napra az ünnepi időszakban érdekes emberekkel, történetekkel jelentkezünk, és egy kicsit évet is értékelünk. Sok szeretettel köszöntöm stúdiónkban Lernel Zsoltot, Székesfehérvár alpolgármesterét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon szívesen köszöntelek téged is, és köszöntöm a nézőket is. Hogyha visszatekintünk, azt mindenképpen mondhatjuk, hogy egy nagyon tartalmas és mozgalmas esztendőn vagyunk túl, de mi volt az, ami leginkább meghatározta az évet, mondjuk a kultúra, vagy akár a saját szemszögödből? Kultúrából is, gazdaságból is, minden tekintetben szerintem az év elején az energiaválság az egy nagyon rossz élmény volt, tehát kezdjük a rosszal. De ezen szerencsére túl léptünk, megoldottuk, valahogy normalizálódott valamelyest a piac is, megtanultuk kezelni, és utána pedig tulajdonképpen egy jóval jobb év volt. Ha visszatekintünk nem csak 2023-ra, hanem azt megelőzően 22-21-20-ra, hát akkor nem volt, egyik év sem volt normális. Igen, válságmenedzselés volt, és talán a 4 év alatt ez volt a legnormálisabb ilyen értelemben, még hogyha az eleje nehezen is indult. Hogyha a gazdaságot nézzük, ugye éppen itt a legutóbbi közgyűlésen decemberben szó volt arról, hogy az iparűzési adó minden eddiginél magasabb bevételt jelentett a város önkormányzatának. Ez egy kicsit mutatja azt is, Zsolt, hogy mondjuk a helyi ipar, a gazdaság az azért túllendült ezen a kritikus helyzeten és kezd magára találni? Igen, tehát két összetevőből áll. Tehát az egyik az valóban, amit mondtál, hogy jó bevételi forrásai, értékesítési forrásai voltak az iparnak, de ugyanakkor ebben benne van a kevésbé jó az infláció. Tehát ez a kettő összetevője van az iparűzési adónak növekményének. Ez egy kicsit magasabb vagy rugalmasabb mozgásteret is adott aztán a városnak, hogyha fogalmazhatok így, legalábbis így az év utolsó hónapjában bizonyára. Így van, igen, tehát ugyanakkor a város közgyűlése az ígéretéhez képest adót is csökkentett, nem iparűzési adót csökkentett, mert az fix, hanem építményadó csökkentésre is sor került. Ugye a gazdaságot érintettük már, de az is fontos, hogy nagyon sok fejlesztés azért mégiscsak meg tudott valósulni, még ebben a kritikus időszakban is, akár a gazdaság, akár az oktatás, akár például a kultúra területén. Igen, kultúra területén ugye novemberben adtuk át a koronázási bazilika nemzeti emlékei látogatóközpontját. Ez úgy is, mint építészetileg, úgy is, mint érték, és ez szerintem egy nagyon jó sikerült épület, építészetileg is tetszik, és nyilván tartalmilag is, tehát a koronázási bazilika köveit szándékozzuk bemutatni a látogatók előtt, és nagyon sok aktivitást, nagyon sok plusz programot tervezni. Az első közösségi program már megvolt, 85 éve nyílt meg tulajdonképpen a Romkert, nemzeti emlékhely, és a belvárosban, és valamikor december, karácsony előtt, december előtti közepén szervezett a Szent István Király Múzeum például az első tudományos konferenciáját ott a második emeleti kiállítótérben. Kutatótérben pontosabban, igen. Hát kiállítótér, kutatótér. Maga az egész építmény szerintem egyfajta kortárs alkotásként is felfogható, hogyha fogalmazhatok így, mert tényleg ilyen, ahogy említetted is, egy nagyon kuriózum az, ami a belső térbe fogadja az embereket. Meg maga az, hogy a mozi volt, tehát ugye mint moziba jártunk oda, vagy legalábbis én még úgynevezett ilyen kötelező filmeket is kellett megnézni. Gimnáziumban, általános iskolában, és hát később ugye, hogy ebbe 30-adjára lett
itt élvez az épület, és most egy új funkcióval, de érdekes, hogy a kiállításon viszont a film megjelenik, és a vetítés megjelenik, és ezzel viszont a régi van egy mozi ilyen, a régi mozi szelleme valahogy így átjön. A koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontról beszéltünk már, de hát ezen túlmenően talán egy kicsit a kulturális élet is visszaköltözött, hiszen ugye a mindenféle megszorítások miatt sok zárást, korlátozást tapasztalt ugye az ember, vagy akár a pandémiára gondolkozunk, és talán mondhatjuk azt, hogy az idei év nyara volt az, ami egy kicsit már így emlékeztetett a háborús helyzet, illetve a pandémia előtti időszakra. Igen, egy gazdag nyarunk volt, és elég programban gazdag nyarunk volt, ugye nem csak a koronázási hetek voltak, vagy elég nyüzsgők, bár most ugye a szertartás játék idén nem volt, de azt megelőzően és azt követően is rengeteg kulturális esemény történt a városban. Ha kiállításokra és nagy kiállításokra gondolok, akkor itt a Munkácsit mindenféleképpen meg kell említeni. Munkácsi Mihály kiállítást, ez ugye még ünnepek után is, tehát új év után is látható majd a nagy érdemű közönségnek, és ez nagyon jó tapasztalni, hogyha az ember bemegy az aulába, vagy ebbe az átriumba, az előcsarnokba, akkor mindig találkozik emberekkel, látogatókkal, és ezek a látogatók megkérdezi az ember, hogy honnan jöttek, üdvözli őket, és mondják, hogy hát, hogy Csopakról, jönnek Zalából, Békés-megyéből, tehát hogy Debrecenből, hogy ámul-bámul az ember, hogy tényleg milyen jó, hogy ilyen sok helyről jön, és ez a tulajdonképpen a kulturális turizmusnak talán majd egy ilyen megalapozója is lehetnek ezek a nagy kiállítások, ha a történeti kiállítás, ez például sokan gondolják, hogy hát ez egy ilyen inkább férfiaknak való kiállítás, de amikor a porcelánok, a ruhák bemutatásra kerülnek, akkor ezt látom, hogy a hölgyek szeme is felcsillan, hogy milyen gyönyörűségeket látnak. Igen, meg hát talán ilyen rendhagyó történelmi óraként is felfogható, igen, hogyha fogalmazhatok így, hiszen mondjuk elég, hogyha a 48-as relikviákra, emlékekre gondolunk, és hát azért egy furcsa érzés adja át az embert, hogy a test közelből, igen, lehet ott ezek, igen, között, a tárgyak között. Igen, igen. Szabjákat, egyenruhákat. Most december 11-én voltak a fehérvári huszárok, a fehérvári huszárok napja, a Limanovai csata emlék napja, és hát az ember egy is úgy megcsodálja őket, de most így ezzel, hogy itt van a hat történeti, most ugye el is tudja őket helyezni, akár korban, összehasonlítás alapján is, tehát nagyon, nagyon jó, sokrétű. Igen, hogyha már a sokrétűnél meg a tartalomnál tartunk, akkor hogyha a kulturális élet többi szereplőjét nézzük, azért azt is elmondhatjuk, hogy egy fontos mérföldkő volt a Balettszínház életében, hiszen 5 éve vannak itt, és hát valóban mondhatjuk azt, hogy a közönség kedvencé váltak, nem csak itt Fehérváron, hanem nemzetközi szinten is szeretik, igen, a társulatot. Igen, nemzetközi. Megmutatta, már a nemzetközi szintére lépett ugye a Balettszínházunk. Voltak Kassán, Kolozsváron, és további helyekre hívják meg őket, én ezt hallottam, illetve igazgató úr mondta. Tehát nem könnyű dolog egy teljesen új, ismeretlen műfajjal a város kulturális életébe beépülni, berobbanni. De valahogy én most azt érzem, hogy azzal, hogy ők a királyi napokon a Parádé című előadást Bován Markovics élőzenéjével előadták, ezzel valahogy, és körülbelül 3-4 ezer ember látta, és ott mozgott rá, mert tényleg mindenkinek járt a lába, keze, akár állt, akár ült, ezzel valahogy úgy belopták a közönség szívébe magukat, és most legutóbbi bemutatójuk a Nomádokon viszont már teltházas előadás volt, úgyhogy ez nagy büszkeség, és tényleg egy kuriózum a városnak a kulturális életében, de ugyanúgy, hogyha így az 5 évnél, illetve az éveknél járunk, akkor ne felejtsük el, hogy a Székesfehérvári Művészek Társasága 30 éves volt, illetve idén ünnepelték a 30. születésnapjukat, ők is nagyon gazdag programmal
lepték meg a város közönségét több alkalommal is, nem csak a Pelikán Galériának a minden havi programjára és minden havi új kiállítás megnyitóira gondolok, hanem gondolok akár így a színházban a kiállításokra. Kerítés galériára, ami egy új dolog, és szerintem egy érdemes dolog, tehát ezt érdemes majd tovább vinni, meg hogy úgy jelen voltak ők, és ne felejtsük el, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete is 25 éves volt az idén, úgyhogy ők is rendkívül színés programmal készültek gyakorlatilag, nem csak a Tűzdelvassal fesztivál idején, hanem ősszel és illetve egy a karácsony előtt is a betleni álló csillag, szép csillag, illetve a saját maguk köszöntése alkalmából is nagyon szép kiállítást hoztak létre a Szent István Művelődési Házban. Tehát ugye van ennek a városnak egy színháza, egy zenekara, amik szintén hatalmas sikerekről tudnak, meg népszerűségről tudnak beszámolni, és hát kuriózum az, hogy közös bérlettel is jelentkeztek. Igen, így van. Tehát ez az arcregia bérlet, tehát az ember könnye kicsordul, mert egyrészt nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen, nagyon örülök, hogy ez talán az országban egyedül itt Fehérváron valósul meg, és hogy olyan előadó művészeti értékeink vannak, társulataink vannak, együtteseink vannak, ami bármelyik nagyváros, még Budapest is, vagy bármelyik egyetemi nagyváros megirigyelhetne tőlünk. Ugye az advent ideje alatt is a felkészülés időszakában is megmutatkoztak ezek az értékek, hiszen hogyha belegondolunk a nyüzsgő belvárosban, mindig volt valahol egy kis kórus, egy kis hangverseny, egy kis bemutató, egy kis előadás, tehát hogy mindenki kivette a részét, mondhatni azt, hogy egy közösség alakult már. Így van, tehát a kórusaink ezzel az rendkívül sokat tesznek a városunk zenei életéért is, a zenekar és az Alba Regia szimfonikusok, és aminek nagyon örülök, ez az együttműködés is. Nem csak itt a négy kulturális intézmény, előadó művészeti intézmény, hanem úgy összességében. Tehát például a kórusok egyeztetnek a zenekarral, hogy hol tudnak együtt dolgozni, hol tudnak közösen fellépni. Ez nagyon jó, így, akár így az évadot vagy évet tekintve egy előre tervezhető dolog. És egy ilyen biztonságot jelent szerintem a kórusok életében is. A Vox Mirabilis például lengyelországi Częstochowában volt egy nagy nemzetközi kórusfesztivál, és ott a legnagyobb elismerést, a Grand Prix taladdíjat hozták el. Tehát ez megint csak a városnak a jó hírét vitték tovább, és magába a kultúrába vetett hitet. Meg talán a kultúra az a terület, ami összeköti az embereket, ami a kultúra összeköt, és Fehérvár megmondhatjuk azt, hogy tele van értékekkel. Igen, így van. Tehát a város lelkülete, meg a lelke mutatkozik meg azon, hogy milyen a kulturális élete. Tehát ez nagyon jó dolog, nem csak advent idején, hanem szerintem az év bármelyik időszakában Fehérvárinak lenni ebben az értelemben. Persze lehetne több is, ugye nekünk közel van Budapest, tehát azzal mindenféleképpen számolunk, de az az igazság, hogy számos olyan budapesti ismerősöm, barátom van, akik Fehérvárra jönnek a Vörösmarty Színházba előadást nézni, mert valami minőséget szeretnének, jönnek a Fehérvári Balettra, rendkívül jónak tartom az Alba Regia szimfonikusoknak a beavató programjait, tehát azon kívül, hogy vannak hangversenybérleteik, ugye itt a Farkas Ferenc bérletet, a Somorjai bérletet gondolom, azon kívül, meg a szokásos úgymond ilyen nagy templomi koncerteket, hangversenyeket, tehát azon kívül a zenekar kamaratermében, próbatermében például a Kérdezd a zeneszerzőt sorozatot. Hát ez az olyan jó látni, hogy egyre többen vagyunk a nézőtéren, hogy Kérdezd a karmestert sorozatot. Tehát ez mind arra épül, hogy a jövő közönségét nevelje, illetve a jövő közönségét
termelje ki a zenekar és értő közönségét. És egyébként ebben meg így hírünk van, hogy milyen jó a fehérvári közönség, hogy itt van egy olyan filharmónia bérlet, ami ilyen elnézést a kifejezésért, de egy kihalásos alapon lehet hozzájutni. Nézzük, itt a Vörösmarty Színházban vannak előadásaik, és hogy ez úgy a filharmónia igazgatójával beszélgetve, ez mondta, hogy hát ez országosan kiemelkedő a fehérvári és a fehérvári közönség, és ezt meg nagyon jó hallani. Ilyen kis lélekmelegítő. Igen, ez ilyen lélekmelegítő dolog. Hogyha már itt a lélekmelegítő időszaknál tartunk, ugye itt volt az advent, a felkészülés, ami nyilván megadta a hangulatát és az idei ünnepnek, de hogy telik ilyenkor az év vége? Mennyire mozgalmas ez az időszak Erner Zsolt alpolgármesternek? Vagy ilyenkor tudsz magánszemély lenni, és egy kicsit családozni? Ez utóbbi. Nem, mert az ember szereti csinálni azt, amit csinál, és tehát úgy én szóval inkább egy nyüzsgős, de ezt én szeretem, ezt én nagyon szeretem csinálni. Tehát úgy egyrészt jó az emberek közé menni, tehát közöttük lenni, nagyon jó együtt örülni azokkal az emberekkel, akik valamilyen, hogyha adventet nézünk, valami koncertet adnak, valami meglepetést a közönségnek, és nagyon jó a közönségnek is lenni, akik viszont így nyitott szívvel így befogadjuk ezeket a meglepetéseket, kedvességeket, ajándékokat. Jó, tehát hát napi 3-4 ilyen programban nem mondom azt, hogy nagyon jut idő a pihenésre, de tulajdonképpen ez egy motor is, meg egy motor is, és egy hát ilyenkor az ember így felpörög, és hát szereti nap, tehát nem tudok másképp mondani. Akkor ehhez is kell a jó kávé, mert nem tudom, hogy a nézők mennyire tudják, hogy te azért a kávézás nagy mestere vagy. Hát mestere az túlzás, de nagyon, nagyon szeretem a kávét, és a kávézást, így van, tehát szakértelmed is van hozzá, csak ki fogom húzni. Igen. Valóban, tehát egy pár éve, jó pár éve, akkor még nem az önkormányzatnál dolgoztam, akkor elvégeztem egy barista tanfolyamot, de természetesen tehát szeretem a jó kávét, tehát szeretek kísérletezni is vele, meg szeretem elkészíteni, úgyhogy hát otthon azért többfajta kávéfőzőm van, de nem kell ilyen nagyon extrákra gondolni, mert én azt vallom, hogy egyébként a kotyogóban a legfinomabb a megfelelő kávékeverék, de ugyanúgy nagyon szeretem a törökös kávét Jezvában készíteni, ahogy Törökországban, vagy az arab világban, vagy akár a Balkánon készítik. Tehát annak is megvan a maga hangulata, a sajátos íze, az délután szeretem például, mert hogy annak alacsonyabb a koffein tartalma, az nem savasít, úgymond, és ugyanakkor frissít, és nem nyomja meg annyira a vérnyomást. De azért nem alszunk el ebéd után, szóval ez azért jó. Ekkel is a pörgés ez, amit mondtál, hogy azért meg hát látni is lehet, hogy mennyi mindent csinálsz. Amikor a mai beszélgetésről egyeztettünk, még korábban, akkor kértelek arra, hogy hozzál egy olyan dolgot magaddal, ami számodra valamiért fontos, valamit jelent, és hát szeretném megkérdezni, hogy na mi ez a dolog? Hát akár hiszed, akár nem, szó volt róla. Kíváncsi leszek. Szó volt róla. Egy olyan dolog, ami a 2023-at és a 2024-et összeköti, ez nem más, mint az Ars Regia bérlet. Tehát mutassam meg a merhetőség. Meg is nézem, megmutatom is így. Igen. Tehát ez az ami gyakorlatilag idén megvolt a sajtótájékoztatója, idén már lehet vásárolni a színháznak a jegyirodájában, a Vörösmarty Színházban, és ami jövőre kezdődik, január végén egy opera előadással, illetve egy opera-szerű koncert előadással, Mozart szöktetés a Szerályból, amit a székesfehérvári Alba Regia szimfonikusok zenekara állít színpadra, Fehérvárról származó énekművészekkel, tehát ez is megint egy plusz érték,
hogy milyen emberek éltek, tanultak itt Fehérváron, mit adtunk mi a világnak, és ebből olyan jó, hogy haza is hoznak és visszaadnak nekünk. Igen, tehát én ezt hoztam, mert hogy nekem ez az idei évben egy nagyon, nagyon kedves dolog, én nagyon értékelem azt, és nagyon szeretem azt, hogyha akár így a területeim között is, vagy hogyha összefogás van, és együttműködés van. De hogy ne csak az előadó művészetről beszéljünk, illetve csak félig meddig, ugye az 5 éves székesfehérvári balettszínház azzal is ünnepelte az 5 éves évfordulóját, hogy a saját jelmezeiből állított ki a Szent István Király Múzeumban, tehát ott az átriumban, ami megint csak, tehát bement az ember, és akkor mentek előre a hölgyek, urak, nénik, bácsik leginkább, és akkor nézték a kiállítást, nézték, hogy milyen anyagból készülnek. Nyilván a ruhatervezők azok ilyen titkokat is elárultak, hogy kell egy-egy zakót szabni, hogyha felemeli a kezét, akkor ne az egész mozduljon fel a táncosnak, milyen anyagból készüljön, tehát jó beszélgetések voltak ezzel kapcsolatosan. Több alkalommal is az átriumban, ott a Szent István Király Múzeumban. Ez például egy együttműködés. Együttműködés a Fehérvári Művészek Társasága és a Színház között például, hogy itt is a kiállítás szervezés, és hát kimondom a nevét, Kis Diana Magdolna nyitotta meg a kiállítást, aki szintén ugye Székesfehérvári és a Vörös Marti Színháznak a tagja, társulati tagja. Egyik vezető színművésze. Itt beszélgetésünk végén, hogyha néhány gondolatban össze kéne foglalni, akkor mi az, amit vársz a 2024-es évtől? Együttműködést? Együttműködést várok. Maradjunk emberek, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Jó emberek, a másikban találjuk meg, nézzük meg, hogyha nem látjuk meg először, legalább kutassuk a jót. Ezek ilyen nagyon ilyen ábrándos szavak, de szerintem nagyon fontos, hogyha mások nem, akkor legalább mi menjünk a világ árjával így szemben, meg hogy legyen békesség a világban ember és ember között. Szóval ez egyébként is egyébként sem jó, és hogyha globálisan nézzük, az rá, ugye hat a nemzetünkre, hat a kisebb közösségünkre, a városunkra, vagy akár egy mikroközösségre. Ez az egyet nem értés, és ez az állandó vita és a konfrontációnak a keresése. A vita az tulajdonképpen jó is lehet, mert az előre is viszi, tulajdonképpen viheti a társadalmat, de ez a ami világban eruralkodik, az nekem úgy nem. Ez hát nem az én lelkemnek való, vagy nem az én stílusom. Hát sokunk lelkének nem. Nem való, igen. De én azt hiszem, hogy visszakanyarodnék erre az utolsó szép gondolatokra, amik zárták a mai beszélgetésünket, és talán kívánhatjuk mindenkinek, hogy 2024-re ez minél több embernek adasson meg. Így van. És mindenkinek jó egészséget kívánok. Mert most így az új év vége felé azért eléggé sok lett megint a fertőzött és a betegséggel küzdő ember. Tehát nem enyhébb, de azért az sem jó, hogyha van. Igen. Ez egészség fontos, az is. Igen. Igen. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a velkívásunkat. Köszönöm szépen. A nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket, és hogyha tehetik, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen ugyanúgy lesz ünnepi beszélgetések itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.